Na hát mit írnak a lapok ma reggel? Hát sok mindent, foglalkoznak nagyon sokan ezzel az éjjeli rendelettel. Szerintem ez nagyon érdekes, ugye? Minden, igen, érthető módon, igen, megnézték, hogy milyen hatása volt tegnap, te mit emelnél ki? Hát ugye ez a 50%-os bértámogatás az érintett cégeknél, 80%-os szállásdíjtérítés, adókönnyítés, rengeteg olyan dolog, ami... Hát meg, igen, kiemelném a focistáknak a bértámogatását, egy kicsit, hogy is mondjam, populista módon, de akkor is tehát így az emberben így néha így megkérdőjeleződik az, hogy igaz, hogy az egészségügyi dolgozók ingyen utazhatnak a BKK járatain, ez Budapestre vonatkozik, ugye, de azért az kemény, hogy a sportolóknak ugye hát, na mindegy, ez már csak személyeskedés. Oké, én nem is erre gondoltam, de jó, mert akkor én más néztem, tehát, hogy az első kijárási tilalmas napon mi történt. Képzeld, én egyébként, amikor elmentem a szokásos időben, mert hogy lehet kutyát sétáltatni 10 óra után, tényleg olyan érzésem volt, mint hogyha akkor szokott ennyire nagy csönd lenni, és teljesen más volt, mint egy átlagos eddigi este 10 órás sételtetés. Tehát amikor vagy nagyon későn van, vagy már ilyen éjjel egy körül mászkálsz, egyetlen egy embert se láttam, egyetlen egy autó se közlekedett, amúgy se szokott sok, ahol lakunk, de most senki, tényleg. A másik, amikor leesik a hó, és ilyen nagyon nagy nyugalom van, és hogy a hó miatt talán kevesebben mennek ki, és akkor szokott este 10 és 11 között akkora csönd lenni, hogy még a távoli főútról sem haladszott be szinte semmi, vagy hogy alig ment ott autó, úgyhogy amikor jött egy vonat, még távolabb, akkor az nagyon erősen hasított bele. Tehát teljesen más hangja volt az estének, ahogy tegnap elmentem, vagy kimentem 10 után, szóval érdekes volt. A napi.hu-sok ők elmentek, megnézték, hogy mi újság a benzinkutakon, és hatalmas tömeget láttak. Ugye élelmiszerboltként is funkcionálnak a benzinkutak, miután minden üzlet bezárt 7-kor, az emberek, akik elfeledkeztek arról, hogy kijárási tilalom kezdődött, és a boltok bezárnak, ott tömörültek, és volt, ahol 10-15 percet is várni kellett, és hát így a fotók tanúsága szerint a távolságtartás az nem volt az erőssége az ottani vásárlóknak, úgyhogy ott egy szép kis tömeg alakult ki. Lehet ezek nem olyan nagy boltok, hogy távolságot lehessen tartani. De csak úgy lehetne, hogyha 2-3-an lennének benn, vagy mondjuk 4-en, ahol vagy 5-en, ahol mondjuk távol van, direkt ugyan megcsinálva már a kassza, hogy tekregni kelljen, vagy át kell menjél az egész shopon, hogy odaérj, a többinek meg ugye kint kéne várakoznia, de hát kint meg hideg van, vagy hát nem tudom, ez még nem ivódott be. 24.hu egy részletes színes szagos elemzést csinál a járványhelyzetről, megpróbáltak adatokat összesíteni, amelyeket nem közölnek, vagy nem úgy közölnek, amiből könnyen mindenki bármikor láthatná, hogy mi újság. Hát a nagy részét már megcsinálta más, és minden nap csinálja, úgyhogy ennek a nagy információ értéke nem volt. Ami talán az, hogy az elmúlt 2 hetes adatokból nagyon frissen legyűjtötték az aktív fertőzöttek számából a megyénkénti és lakosság számarányos bontást, úgyhogy egészen kiemelkedően és durván Győr-Sopron megye a legfertőzöttebb, ahol minden 100. ember már fertőzött, és ezt követően jön csak Budapest, Nógrád és Bazmegye. Néztem ezeket a térképeket. Győr-Moson-Sopron az új fertőzések számában vezet, nem? Ez az új fertőzések száma? Várja. Bocsánat, ez új fertőzések. Igen. Megyénkénti bontás és lakosság arányosan ezek az új fertőzések. Igen, az elmúlt 2 hétre vonatkozóan. És a legtisztábbak Tolna egyértelműen, és még amelyik nagyon tiszta Somogy megye. Úgyhogy ők a 2 véglet, és akkor a többiek nagyjából a 2 között. Még Veszprém, amelyik kicsit fertőzöttebb az átlagnál, és akkor az összes nem említett megye nagyjából az átlag környékén szóródik, legalábbis ezt lehet ebből leszűrni. Na hát a 444.hu is ír erről külön cikket, ez a milliókat vállal át az állam a focisták fizetéséből a járvány miatt, ezt még ide kellett bigyeztenem, de a g7.hu-n van egy nagyon érdekes cikk arról, hogy nem fog megszűnni a hálapénz csak azért, mert az orvosok többet keresnek.
ugye ez a több lépcsős orvosbéremelés, hálapénz kriminalizálás és a jogállásváltozás hosszú évek óta az egyik legjelentősebb reform a magyar egészségügyben, és ezzel foglalkozik a G7.hu, és azt nézi meg, hogy egyébként mi fog történni, illetve hogy önmagában a béremelés más, az egészségügyi rendszer struktúráját és finanszírozását érintő reformok nélkül nem fogja tudni megszüntetni a hálapénzt, találják ebben a cikkben a konklúziót. Igen, lesznek ellenérdekeltek, ugye, de nincs olyan megoldás, amiből úgy lehetne kijönni, hogy senkinek ne sérüljenek az érdekei. Legalábbis ezt mondták, és egy korrekt viszonyrendszert emlegetnek ezzel kapcsolatban, de valószínűleg ez egy átható, mély reform nélkül, amiben több minden változik, nem fog működni. Na, képzeld el, befejezte a sztrájkot a WhatsApp szoftverünk, úgyhogy beérkeztek az üzenetek. Csepelés Gödöllő vonalon jól lehet haladni, nincs semmi fennakadás, de nyuszi se. F-a vágyakozó szerelmes futár írta nekünk, aztán egy másik hallgat. Hát küldött, képzeld el, az új berlini repülőtérnek a departure board, mi ez magyarul? Ez a kiírás. Repülőtérnek az a része, honnan utazol? Nem, a tábla, ami ott, tehát olyan kellemetlen, mikor nem üteszem a magyarul. Az információs tábla? Az információs tábla, igen. Küldte, jó sok törölt járat van rajta, de amúgy összességében meglehetősen kevés járat. Guten Morgen, a berlini új repülőtérről a forgalom nem túl nagy. Azért legyünk igazságosak, az új Csili-Vili berlini repülőtér, amely potom 9 évet csúszott az átadásra, 9 évet ahhoz képest, amit terveztek, azért az nem kis pálya német viszonylatban, meg az sem, hogy mennyi korrupciós ügy tartozott hozzá, tehát az pont ott annyira nem szokott jellemző lenni, de itt minden kiborult, minden csontváz, minden bili. De mindegy, van új reptér pont, amikor leáll a légi forgalom ismét Európában. Van ennek egy másik terminálja is, ami eddig a lepukkadt, egészen elképesztően Ottvar, Schönefeld repülőtérként funkcionált, az most az új Csili-Vili reptérnek az 5-ös terminálja lett, tehát ha valaki az 5-ösre utazik, hogy onnan indul, akkor arra készülhet, hogy ugyanoda érkezik és indul, ahova eddig. És hát, hogy is mondjam, hogy finoman szólva, annyira nem felel meg a 21. század elvárásainak, és akkor tényleg nagyon finoman fogalmaztam. Ugye ezen a indulótáblán még nincsenek rajta a 5-ös termináról, hogy igen, a legszebb kifejezést használjuk rá, induló vagy érkező járatok. De ezzel együtt, miután ott éppen nagyrészt az ultrafapadosok laknak, akik meg éppen nagyrészt leállnak, úgyhogy az sem sokat tenne hozzá, ebben azért teljesen igaza van a hallgatónak. Köszönjük szépen ezt a fényképet, fotót, aztán most hirtelen beesett egy csomó WhatsAppos, viszont akkor ezt most nem tudom feldolgozni, mert közben az órára is ránéztem, úgyhogy szerintem majd közdézünk gyorsan, igen. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Na, itthon vidám nap volt a budapesti értéktőzsdén. Volt egy majdnem 2%-os emelkedés a BUX-ban. Most már 38.045 pont a BUX értéke. És azt lehet mondani, hogy a forgalom is kiemelkedő volt. Majdnem 30 milliárd forint, Gábor. El tudod ezt képzelni, hogy ezt kimondtuk így november 12-én? Én ennél fontosabbat is kimondok, hogy igazi nagy lúzer voltam, hogy nem vettem meg ott az OTP-t 9000 környékén, amikor nagyon gondolkodtam rajta, csak most 12.500, és az körülbelül 2-3 hete volt, amikor 9000-en volt, úgyhogy adott a piac, adott volna a piac egy elképesztő jó vételi lehetőséget, illetve adott nem mindenkinek. Nem volt elég biztos benne. Nem volt elég biztos. Nem gondoltad, hogy ez megtörténhet. Igen, figyelj, de a vizet se vettem meg, ami tök egyértelmű volt, hogy meg kell venni. De valójában őszintén kiszámított arra, hogy a budapesti értéktős, de egy ilyen hajrát hajt végre a novemberi szutykos-szöttyös időszakban. Mondjuk 27,3 milliárd forintra szerintem na kevesen számítottak, és az, hogy a MOL, OTP ilyet hajrázik, de a Magyar Telekom is, meg a Richter is, ugye a BUX, a Bika négy lába, most már lehet ezt mondani talán, hogy a Magyar Telekom is becsatlakozott, azt arra szerintem nem számított senki. Tehát a MOL 2,6%-os hajrá, az OTP 2,9, ugye ez csak a tegnapi nap, Magyar Telekom 2% fölött, és a Richter még 1%-ot is rá tudott húzni. Látod, nagyon mi van írva a tickerünkre? Látod, mi megy a tickerünkön? Csárt Máté szólt időben.
Hát meg vagyunk trollkodva. Mármint, hogy meg kell venni, és mi meg itt lúzerkedtünk. Na hát, igen. Csárt Máté most remélem még alszik, és nem hallgatja, de hát reméljük, hogy akkor legalább ő megcselekedte azt, amit a grafikonjai mutattak. Úgyhogy egyébként látszott, meg éreztem is, ugye a Wizzernél meg is tök egyértelmű volt, csak későbbre vártam. Tudod, amikor az időzítéssel eltötymöröksz, közben meg elmegy melletted, és utána meg már olyan hirtelen történnek az események, hogy nem veszed észre. Igazi lúzerség, igen. Tehát ezt minden befektetőnek ajánljuk, hogy tanuljanak a hibánkból. Úgyhogy ezt azért mondtuk el elsősorban. Úgyhogy nagyon szép volt, igen, a budapesti értéktőzsde. Az elmúlt napokban hirtelen a tartós alulteljesítésből egy irgalmatlan emelkedés indult, ugye az OTP és a MOL vezetésével. Annyi a különbség, hogy a MOL nagyon durva. Hát a Richter az elmúlt hetekben éppen nem ment föl, tehát ilyen kis mozgásokat produkált. Jó, de az eddigi csúcsához képest, a válságban teljesen eltérő görbét produkálta. Nagyon jól muzsikált egész idő alatt a válságban, és nem mozgott annyit, mint az OTP volt igazából a nagy történet, de a MOL visszapattanása is, hát azt is 1500-an kényelmesen megvehetted volna, úgyhogy, vagy megvehettük volna, úgyhogy tényleg izgi volt. Na mindegy. Egyébként akkor figyeljetek, akkor legyen három magyar igazsága, nagy lúzerség, amit szintén nem vettem meg, pedig azt mondtam, hogy egyértelmű volt, hogy meg kell az a bitcoin, az is nagyon elszállt, és még amikor legutóbb beszéltünk róla itt a műsorban, akkor is jó lett volna, úgyhogy azóta is megállás nélkül emelkedik, csak ilyen surranópályán, és nem akkora öles léptekkel, hogy bekerüljön a mainstream médiában is a hírekbe, de azért csak elszállt egy mennyit, hát egy 50%-ot két hónap alatt, vagy hát egészen durva módon, tehát egy 10 000 környékén simán lehetett zsákolni, nem is olyan rég, most meg már bőven 15 000 fölött van, úgyhogy ilyenek itt ketyegnek, pörögnek szinte észre, és őszintén szóval nem volt nagy művészet egyik sem, mert látszott, hogy kitörés előtt állnak, úgyhogy na, majd Csárt Máté le fog osztani minket, úgyhogy vissza-vissza vonulok. Nézzük inkább. Hát a nemzetközi piacot azt említetted, hogy ott is milyen szuper kitörő öröm volt Németország, London, és most Japán is nagyon jól, tehát a Nikkei nem sokára zár 0,5%-os plusz, a DAX ugyanennyit csinált, a londoni FTSE 1,3%, Amerikában megzsákolták a tech-okat, a Nasdaq így 2% fölött zárt, az Apple 3%-os plusszal, Microsoft 2,6, a Google is 0,6, úgyhogy ők nagyon jól szerepeltek, de hát rajtuk kívül még egy jó pár másik. Tehát az előző két nap ugye az volt, hogy a tech cégeket ütötték, és a ciklikus cégek emelkedtek, és ezért volt az, hogy a Nasdaq esett, az S&P meg a Dow Jones emelkedett, na ez tegnapra megfordult, most ismét a nagy technológiai cégekbe szerettek bele, illetve a karantén részvényekbe is, mert a Zoom is visszapattant például, és a többi és a ciklikusok megestek, és nagyjából lett egy szerény emelkedés az S&P-ben, mínusz nulla a Dow Jones-ban, és 2% fölötti. Ez a döbbenetes. Tehát itt ez a szektorok egymással totál szembe meneteleit napokon keresztül. Igen, érdekes. Ugye a választás után ez a Biden bounce-ba, akkor még ezt meg lehetett magyarázni, ugye a tech-ek akkor most kicsit máshogy működnek, mint a ciklikus. Ugye most akkor ennek az érdekes szektorális eltérésnek a korrekciója következett be tegnap, akkor nagyjából így lehet összefoglalni. De mindent egybevetve, összességében a hangulat és jó. Nagyon jó, többek között a Pfizer bejelentésnek köszönhetően, ugye, de aminek egy nagyon érdekes, tehát van ugye a BioNTech és a Pfizer, és bocsánat, közben lehet, hogy beindult itt valami videó nálam, amit nézem a Pfizer árfolyamát. Ugye nem hallatszik, nyugodtan mond. Az volt az érdekes, hogy bejelentették ezt a 90%-os hatékonyságot a vakcinára. Igen. A BioNTech-kel együtt, és azonnal elkezdett rakétázni az árfolyam. Na, mit gondolsz, ki az, aki pontosan jól időzített? Igen, a vezérigazgató kihasználta az alkalmat. Igen, a vezérigazgató, igen, Albert Bourla, aki gyakorlatilag 5,6 millió dollárnyi hát nyereséget csinált ebből a 15%-os áremelkedésből. Megmondom őszintén, ja, és nagyon jól időzítve, úgyhogy szerintem ez egy SEC vizsgálat legalább lesz ebből. Hát figyelj, miután ami bejelentés megvolt, és utána már nem minősül meg, hogyha, tehát azért szerintem pontosan tudja, hogy mikor lehet, ha a gyors jelentéstől megfelelő távolságra történt ez a bejelentés után, akkor ő bennfentes személyként valószínűleg teljesítette a feltételeket, és nem hinném, hogy ez szabálytalan lett volna. Úgyhogy az érdekes, hogy, hogy igazából, de nem ment föl nagyon a Pfizernek az árfolyam, hogy ahhoz képest az egész piacot, hogy fölrobbantotta ez a hír, a Pfizernek a gyógyszere, maga a Pfizer
az elindult valahonnan ilyen 38%-os volt. 36%-ról indult, és 40,5%-en volt a teteje. Na ott, de hát ugye azt nem tudhatta, nem ő mozgatja az árfolyamot. Rögtön aznap emelkedett ezt a 8%-ot, és azóta esik. Tehát igazából most, tegnap, az a 38... Ezért mondtam, hogy jól időzített. Igen, igen, akkor, 30... amikor ő eladott, akkor pont 8% fölötti emelkedésben volt. Igen, igen. Sőt, szerintem volt az 15, nem tudom, az a lényeg, hogy nagyon magas. Nem, a 15%-ot azt a BioNTech csinálta. Igen. Maga a Pfizer, az, igen, egy akkora cég, hogy önmagában ez, ami az egész világnak egy óriási áttörés, illetve 30-40%-ot emelkedtek légitársaságok, meg hajózási cégek, mert hogy úristen, akkor vége lesz a járványnak, és akkor minden tök jó. Ez maga, aki ezt kirobbantotta, a gyógyszergyártó, hogy akkora irgalmatlan nagy cég, hogy ez a termék nála olyan sokat nem tesz hozzá, tehát a piac csak egy szerény áremelkedéssel értékelte, vagy áraszta át, úgymond tett hozzá a cég értékéhez a hírt követően, és hogy ezen belül időzítette rendkívül jól a vezérigazgató, amikor kiszórta a saját részvényét, és ebbre vágott, hogy mennyi, $1,5 milliárd, vagy valami ilyesmi rémik. Iszonyat mennyiségű pénzt, igen. Szóval lényeg, a lényeg, hogy az SEC-nek egyébként több hivatalos személy azt mondta az SEC-nél, tehát a tőzsdefelügyeletnél, hogy azt azért vizsgálják meg, hogy történt-e piacbefolyásoló bármi bejelentés előtte, vagy akármi. A grafikon alapján nem látszott semmi, a piac nem számított hirtelen nagy bejelentésre, ennyi látszik így laikusként kívülről, hát nyilván majd akkor kivizsgálják az urak. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Nos, tudjuk, hogy ki lesz a hírszerkesztő, és megint nem volt időm, mert annyira belefeledkeztünk itt a tőzsdébe a hallgató üzenetek feldolgozására, de ígérem, hogy ez most meg fog történni a hírek alatt, és akkor visszatérünk rájuk. Rögtön azt követően, hogy a legfrissebb információk Czoller Anditól elhangzanak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a szűző?